Az OK és képzés májusban indult a börtönben, 16 fogvatartott nő végezte el a tanfolyamot, amelynek végén valamennyien sikeresen vizsgáztak. A két éve folyó programban olyan piacképes szakmákat oktatnak, amelyek lehetővé teszik a szabadulás utáni elhelyezkedést, az újrakezdést. Az intézet kiemelt feladatként tartja azt, hogy a fogvatartottak társadalmi reintegrációját úgy támogassuk, hogy minél inkább felvértezzük őket olyan készségekkel, képességekkel, amivel meg tudják állni kint a szabad életben a helyüket. Ez a szakképzés ennek az egyik lehetőségét biztosítja. Azt gondoljuk, hogy azokkal a képességekkel, azzal az ismeret, amit itt elsajátítottak, jelentősen növeltük az esélyeket arra, hogy sikeresebb legyen az ő társadalmi visszailleszkedésük. A 240 órás elméleti és gyakorlati képzést a résztvevők a benti munka mellett végezték. Hulladékgazdálkodási program volt. Azért döntöttem, mert azt gondolom, hogy sok társammal együtt, hogy az újrakezdéshez, tehát szabadulás utáni életben a társadalomban való visszahelyezkedést jelentősen elősegíti, ha van egy szakmánk. A tanfolyamot záró vizsga után a képzés valamennyi résztvevője átvehette a szakképzést igazoló oklevelet.